is not bad. We can be who we wanna be, yeah. Won't you follow me? She said she never fall in love. Hogy függők leszünk ettől a daltól. Kállai Szanders András a vendégem itt az A38. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy itt lehetek. A függést azt viszont hát nyilván nem a kábítószerrel kapcsolatban kell érteni, sokkal inkább a szerelemmel? Igen, hát a dal címe Drug. Ebben az esetben a drug az a szerelmet képviseli, és hogy a csaj az függő a szerelemünkhöz, és akkor én is vissza iránta, úgyhogy nem kábítószerről van szó, hanem... De ezek kiderül a klipből egyébként. Igen, ha megnézed a klipet, akkor... Ja. Jó, mondjuk egyébként amúgy is a zenészek, meg a popszakma nagyon sokszor nyúl a szerelem témaköréhez, de én azt látom, hogy neked ez különösen fontos. Nagyon sok dalod, számot, klippet szól erről. Amúgy nagyon, nagyon sok témákról. A lemezen lehet somó dolgról hallgatni, a lemezemen nem csak szerelem, de ez az R&B vonal az általában valamilyen szerelemről szól, de nagyon színes lesz ez a lemez, van minden rajta, flamenco, trap, R&B, soul, lo-fi, nem tudom, talán egy nap egy country énekes is leszek, nem tudom. Szóval műfajok között akkor sok műfaj van, de passzol az összes. Egyben. Szóval összen egy teljes egész. Maradjunk még egy picit, aztán beszélgetünk a lemezről is, de maradjunk még picit a Drugnál, mert amikor megnéztem a klipet, akkor elolvastam, mert már csak ilyen vagyok, így beleolvasok a kommentekbe, hogy mit mondanak a rajongók. Egyébként van, aki a She Never Noticed-hoz hasonlított, hogy olyan, mintha a folytatása lenne. Te ezzel egyetértesz? Nem hiszem. Kihúzhatjuk. De ami viszont visszatérült, és nem egy embertől, hogy annyira jó ez a műfő, és te annyira érzed ezt, hogy mint hogyha nem is erre a piacra lenne való, hogy Magyarországon ezt nem értik annyira. Ezzel viszont nem biztos, hogy egyetértek. Hogy látod? Hát múlt heten volt a lemezbemutató warm-up, a bemelegítő koncertünk, és még a mai napig olyan tele vagyok pozitív energiával, és ahogy értékelték azokat a dalokat, amit én csinálok, és tudom, hogy mit én képviselek, angol nyelvű dalok, én a világnak zenélek, és látni, ahogy énekelték velem, és tudták a szövegeket ezeknek a daloknak, amit csinálok már a karantén óta, amik mind a lemezen leszek, ez hihetetlen érzés volt. De igen, sokszor írják kommentbe, hogy többet érdemelsz, meg jobb lenne, hogyha kint lennél. Kijött a korona. Akkor meg itt nem lennél, tehát akkor meg nekünk hiányoznál. Fehér Hollóval nagyon működik a közös munka. Ezúttal is együtt dolgoztatok, ő volt a producer. Igen, szóval igen. Nagyon érzitek közösen a ritmus. Igen, hát ezen a lemezen három producerrel dolgozok. A Fehér Holló, a Anatu, meg a Gabriel. Az Anatu meg a Gabriel azok a UK-ból jöttek, itt laknak, a szomszéd nagyon hihetetlen tehetséges emberek. Holló is, hogy én szerencsés vagyok, hogy ilyen emberekkel tudok dolgozni. A Drugot azt, igen, én Holló meg a Anatu csináltuk. Említetted már a lemezt, a lemezbemutató koncert.
November 6-án lesz az Akvárium. November 6-án? Akvárium. Hát 500 ember előtt, nyilván többen lennének, de most ennyi mehet. De gondolom, hogy zenészként nem a felkészülésre semmiben nem befolyásolja. Nem, folyamatosan próbálunk. Igazán a műsor az nagyjából megvan, de még az dolog, hogy túl sok dalom van, több mint egy lemez. Szóval te nem azzal szenvedsz, hogy na még kéne két száma. Nem, már lemezre, mindenki hanem... körültem, már szól rám, hogy már dobjál egy párat félre. túl sok dalom van, de ezt az évet én úgy kezdtem el, hogy nem, csak megállás nélkül, csak nyomom. Már megjelent ebben az évben 8 videoklipem. És van olyan 20 dalom, és csak olyan 10 kéne lemezre. Hogy ennyire termékeny vagy ez az időszak, mondjuk ez segíti, mert nyilván sok minden más nem csinálhat az ember, amit egyébként csinálna. Most lehet, hogy az Egyesült Államokban lennél, és ott tárgyalnál éppen, ez nyilvánvalóan nem lehet. Ez volt a terv, hogy most ott lennék, ahonnan jöttem. És ezt bánod, hogy most nem lehet? Ugyanúgy dolgozok. A mai világban a interneten is el lehet azokat érni, amit elérnék, ha fizikailag ott vagyok. Persze úgy egyszerűbb lenne, de ez nem egy kifogás, nyomjuk folyamatosan, és már vannak jó eredmények, a visszajelzések, minden abból, amit csináltam ebben az évben, úgyhogy ez egy jó év eddig, és csak most kezdődik. A novemberben meg lesz akkor a lemezbemutató, kész van már szinte a következő lemezet, legalábbis anyagban, azt mondtad, hogy legalább 10 dal pluszban vagy. Igen. Mi állt össze a fejedben, hogyha az Akvárium utánra tekintünk, akkor mi lesz ez a... Hát én azt mondtam, hogy legyen 20 dalos a lemez, és akkor kezdjük a következő lemezet már holnap. De nem tudom, hogy kiderül, de én csak szeretnék minél többet koncertezni, szeretnék a színpadon lenni, énekelni, ennyi. És hasonlóan eklektikus lesz? Tehát maradsz így a műfaji kalandozásokban? Ugyanúgy lesz minden stílusból, vagy most van valami, amire különösen ráálltál és tetszik? Igen, hát én az a dolga, hogy a zeném azok őszinték, azt adom, amit érzek. Hogy ha én holnap úgy érzem, hogy opera énekes leszek, akkor az leszek. Most ez van benned? Most nem, csak majd holnap kiderül. Azt hittem, egy kis Nessun-Dormát itt most meghallgattatunk, de így is jó volt, és köszönöm, hogy elhoztad hozzánk ezt a klipet. Köszönöm, András. Köszönöm.